nekem karóra nélkül egyetlen lépést se tegyenek, mert különben úgy járhatnak, mint Galambos Szilveszter most következő jelenetének gyanútlan főhőse, Palóc László, aki a sötétben odalép egy ismeretlen hölgyhöz, Schubert Évához, és azt kérdi tőle, hogy... Bocsásson meg! Nem tudja, hány óra van? Uram, én pontosan meg tudnám önnek mondani, hány óra van, de nem mondom meg. Ismerem az ilyen trükköket. A könyörgöm, én csak azt szeretném tudni, hogy hány óra van. Most csak azt kéri, mondja meg, hány óra. Aztán azzal folytatja, hogy nagyszerű, mi csak ilyen korán van, gyermek az idő. Ígyunk meg egy kávét itt a sarki presszóban. Igen, én egy kicsit vonakodom, mire maga... Nehogy azt higgyél, csak molesztálni akarom. Magányos farkas vagyok. Ugye azt akarta mondani? Jegyne. Emberi szóra vágyom. Tegyük fel, hogy beleegyezem. Feltéve, de meg nem engedve. Bemegyünk, megisszuk a kávét, maga rendel, mondjuk 3-4-5-6 konyakot. Utána felkér táncra. Tánc közben szorosan összesimulunk. Igen, magához von. Alig kapok levegőt, majd meg fúlok. Végre záróra. Hazakísér, hagyom. Kapu előtt úgy bámul rá, mint bornyú az új kapura. Bőzaj, meg akar csókolni. Tiltakozom! Maga! Erőszakos ember. Végül megbeszéljük, hogy holnap felhívhat telefonon. Bele kellett egyezni, mert maga olyan erőszakos, a végül még mellém költözik, és akkor szomszédok leszünk. Az ég szerelmére, mondja meg már végre, hogy hány óra. Ígérem, hogy nem zavarom. Csönd! Üvöltőzöm már megint, mint egy bölömbika. Most én tettem le a garast. Szóval, másnap felhív telefonon, mondjuk elmegyünk a moziba, előadás alatt több ízben rá kell paskolnom arra a lapát nagy mancsára, mert állandóan illetéktelen helyeken kotorázik vele. Aztán szerelmet van nekem a sötétbe. Soha még én így nőtt ennyire, na nem, legyen az enyém. Jó, meg lett, mindegy. Pár hónap múlva édes titkot súgok a csacsi fülébe. Igen, maga gőgicsél gügyök megígéri, én leszek a legboldogabb nagyapa a világon. Megszületett unokám a kicsi ödöny. Dehogy, mi? De, megszületett. Nyugodjunk bele. Megszületett. Szóval maga eleinte nagyon derekasan viselkedik, játszik a gyerekkel, hazaadja nekem a fizetését az utolsó fillérig. Persze, de azután kezd kimaradozni, először egy fél óráig, aztán másfél évig. Bizony. Idézésről a bíróságtól. Gyerektartásért perli egy leányanya. Maga ott hagyja az állását, eltűnik Pestről. Lajos Mizsén látták, mint alkalmi hordár. Utána rohanok, addigra maga már pécelen vándor köszörűs. Uram, mondja meg őszintén, de most őszintén, őszintén. Tegye a kezét a szívére. Kell ez nekem? Kell ez? Nekem. De nekem nem kell. Nekem. Hát ezért soha, büdös életben nem mondom meg magának, hány óra. Mit? Ha nem, hát nem. Elnézést a zavarásért. Kezei csókolom. Hova rohan? Milyen sürgős. Megsértődött maga kis érzékeny mimóza. No, hát ha ennyire akarja, egyekenyő. Engedek magának maga erőszakos frát.